Gombát szedni jó. A gombagyűjtés ugyanakkor tudást, elővigyázatosságot és előkészületeket igénylő foglalatosság. Ma gombászni megyünk, úgyhogy tartsanak velünk! Ezt még én is felismerem, ez a légyűlő galóca, ugye? Igen, igen, ez az a híres légyűlő galóca. A mesék gombája, összes meséskönyvben ez a legszebb gomba, ami megjelenik. Tulajdonképpen azt tudjuk róla, hogy nem ejhető gomba, mérgező gomba, ez idegmérget tartalmaz, ami muszkarin, ami elbódítja az embereket, és van tudaton kívüli állapotba kerülhetnek. Erdélyben megközelítőleg 5-6 ezer gombafaj él, viszont a minket körülvevő gombavilágnak csak kis hányada, körülbelül 30-40 gombaféle alkalmas emberi fogyasztásra is. Gyönyörű, szép rókagombákat látunk, egy fenyőfa gyökere mellett. Ez az igazi sárga rókagomba. Ki is veszünk. Hát egy igazi szép kis gombák. Rókagombának az érdekessége az, hogy nem lemezei vannak a termőrétegen, hanem erezete van, és sárga a húsa, és nagyon finom ehető gomba. Általában azért nehéz összetéveszteni, aki ismeri a rókagombát. Tehát ez egy ehető gomba. Ezt már be lehet tenni a kosarunkba? Ezt már be lehet tenni a kosárba. Tessék. A gombagyűjtés arany szabálya, hogy minden esetben csak azt a gombát szedjük le, amelyiket jól ismerjük. Ha kicsit is elbizonytalanodunk, akkor inkább hagyjuk ott. Tanácsolja a szakértő. Az őzlábról azt kell tudni, hogy az a nagy őzláb, amelyiknek a tönkje kígyóbőrszerű mintázata van. A piruló őzláb, annak sima tönkje van, olyan szürkés tönkje van. A galléria az jellemző, dupla gallérnak mondhatjuk, és az a fontos, hogy a gallért lehet mozgatni a tönkön. Tehát nincs hozzáragadva. Így lehet mozgatni a gallért. A gallérról viszont azt elmerem mondani, hogy az minden gombász ilyenkor fogja a gallért, és megeszi. Finom? Tessék. Mogyoró íze van. Júj, nagyon finom. Ugye milyen finom? Arra kell vigyázni az őzlábakat, a kicsi őzlábat nem szabad szedni. Miért? Hát ennél kisebbeket, sokan mérgezők köztük, vannak mérgezők. Kerti őzláb, meg ilyen-olyan őzlábak, határozottan mérgezőek. Hát ez a legbiztosabb, ez a nagy őzláb, ezzel a tönkkel. A számos emberi fogyasztásra alkalmas, különleges és finom gomba közt akadnak olyan mérgezőek is, mint például a gyilkos galóca. Minden kezdő gombásznak leghamarabb ezt a fajtát kell megismernie. Javasolja a szakember. Nézd, ez a gombavilág legveszélyesebb gombája, egyik legveszélyesebb a gyilkos galóca. Amit onnan ismerünk föl, hogy a kalapja ilyen zöldesen, sárgás, benőtten szálas, de lehet fehér is, tehát ez nem határozó bélyeg. Ami viszont azt tudni kell, hogy a sűrű fehér lemezei vannak, amik elég mélyek, itt a bocskor is megjelenik, tehát látható, hogy a gombának a gumós tönkje alján van egy fehér bocskor. Tehát együtt a fehér lemez, fehér gallér és egy fehér bocskor, akkor majdnem biztos, hogy gyilkos galócát találtunk. A gyilkos galóca okozta mérgezés tünetei csak az emésztést követően jelentkeznek, amikor már sajnos kevés esély marad a tényleges segítségre. Mindennek ellenére László úgy gondolja, nem szabad megijednünk a gombavilágtól, de fontos, hogy mindig figyelmesek és kellően felkészültek legyünk. Ez a sötét trombita gomba, ami nagyon-nagyon finom gomba, fűszergombáként használják, főleg szárítva, erősebb az aromája. Ezzel a gombával hamisítják a szarvasgombát, ami tulajdonképpen egy nagyon-nagyon drága gomba. A gombák fontos részét képezik az ökoszisztémának, ezért gombászásunk során igyekezzünk minél kisebb lábnyomot hagyni magunk után a természetben. Mindig legyünk tájékozottak, figyeljünk a tévhitekre, és minden esetben, amikor elbizonytalanodunk, kérdezzünk meg egy szakértőt.